Tiszteletben köszöntöm a sajtón megjelent képviselőit, Magyarországi József Urat, az Ökvői Zsógyi ügyvezetőjét, és Nagyvány Miklós Urat, csapatunk ügyvezetőjét. Megkérnék Magyarországi József igazgató urat, hogy röviden vázolja fel a helyzetet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a megjelent sajtó és média munkatársait. Mai összejövetelünk apropóját egy dolog szolgáltatta, mégpedig, hogy a eddigi vezető edzővel, a Tomislav Sivicsel közös megegyezéssel szerződést bontottunk. Úgy gondolta mind a két fél, hogy egy új impulzusra van szüksége a csapatnak, és az a legjobb megoldás, hogyha ugye más vezető edző adja ezt az új impulzust. Barátságba békével váltunk el a régi vezetőedzővel, tehát semmi konfliktus nem volt köztünk. Lépni kellett ugye gyorsan, mert a bajnokságból még 4 forduló van hátra, és hát nem mondom azt, hogy hosszas kutatás után, de hál' Istennek a jelenlévő Radványi úrral sikerült mindenbe megegyeznünk, és az elkövetkező egy évben, tehát 2018, 6:30-ig ő lesz a Mezőkövesd Zsóri felnőtt csapatának vezető edzője. A Radványi urat röviden az én ismereteim szerint szeretnénk bemutatni. Szlovák szakember, Szlovákiában dolgozott edzőként, sőt a Dunaszerdahelynél ott kezdte ugye a másodosztályú csapatban, a Dunaszerdahelynél vitte fel az első osztályba, ott elég szép sikereket ért el a Dunaszerdahelynél, majd elment egy cseh első osztályú csapathoz a Mijovához. Onnan került a Mijovába is. Ott a csapat megszűnt anyagi okok miatt is, ugye szerződés nélkül volt, és így sikerült rövid idő alatt nyilvőkül a Vincent. Hát bízom benne, hogy a hátralévő 4 mérkőzésen által egy olyan impulzust kap a csapat, ami a hullámvölgyből úgy, hogy úgymond kirángatja, és bízom benne, hogy az egy kitűzött célt, az elképzelésünket, a bentmaradást vele együtt sikerült kiharcolni. Hát röviden ennyit szerettem volna én mondani, és most megkérem ugye a Radványi urat, hogy mutatkozzon be pár mondatot, elköszönéseiről beszéljen. Üdvözlök mindenkit! Ez a megkeresés tulajdonképpen 2 nappal ezelőtt történt meg. Figyelem az NB1-et, úgyhogy tudtam, hogy a Mezőkövesd milyen szituációban kerül. Tudtam, hogy egy fantasztikus őszt produkáltak, 5. helyen végeztek, és jelenleg viszont a helyzetük olyan, hogy egy ponttal vannak a vonal fölött. Az egyesület megkeresett, megkérdezték, hogy elvállalnám ezt a 4 évet, 4 mérkőzést plusz 1 évet. Nagyon szívesen eleget tettem a megkeresésüknek. Szeretem a kihívásokat, tulajdonképpen Dunaszerdahelyen ezt párszor átéltem. Úgyhogy én mindent megteszek azért, hogy nyáron egy NB1-es csapatot készítsek fel a következő idényre. Pár játékost ismerek, én azt hiszem, hogy a játékos keret rendben van. Amint láttam utóbbi 2 mérkőzésen, a csapat mentálisan nem volt a toppon, ezen kell természetesen változtatni, és bízok benne, hogy ez alatt a 4 nap alatt még az első mérkőzést a Honvéddal lejátszuk, sikerülni fog, és szombaton a csapat szervezetten, egységesen fog játszani, úgy, ahogy ezt én elképzelem. Köszönjük szépen! Kérdésekre nyílt lehetőség. Valaki részéről. Balázs. Sok ismerőse lesz ugye a csapatban, ugye vannak itt szlovák első osztályú játékosok. Mennyire jelent majd ez előnyt? Természetesen vannak játékosok. A Hudák Dáviddal személyesen dolgoztam, nálam kezdett játszani NB1-be. Ismerem a Marek Sessiket, ismerem a Tújbelt, úgyhogy
Bizonyos szintig előny, de én soha nem szoktam kiemelni játékosokat, én számomra a Vilda 20 játékos egyforma, úgyhogy valamilyen szinten előny jelent, de minden játékos el szeretnék beszélni, és még egyszer mondom, mentálisan minden játékost arra szintre hozni, hogy a utolsó négy mérkőzésen annyi pontot szerezünk, hogy benne vagyunk. Kérdés valaki részéről? Gratulálok a kinevezés séhez, serfezéskor. Még gondosan a következőt, hogy mondod, hogy sok mindenkit ugye, vagy egy néhány játékost ismersz, amire biztos a helyzetet is. Tehát, hogy volt egy edző az őszi szezonban, akivel sikeresen szerepelt a csapat, neki is voltak ugye a játékos, akivel támaszkodott. Aztán volt egy váltás januárban, kiedző érkezett, és ő is fogott, frissítette a keretet a saját játékosaival. Gyakorlatilag képzünk a játékosai halkeretekben dolgozni, egyik se a tiéd, ez mekkora fa, mennyire erős fa, mert ezt ugye fejszézni kell rendesen, hogy ebből aztán valami jó is kijöhessen. Ez így van. Én általában csapatot én szoktam építeni, ez mindenhol így volt. Most kapok egy kész csapatot. Én arra azt hiszem, hogy arra gondolok, hogy ebben gondom nem lesz. Mindig megtaláltam játékosokkal a közös hangot, úgyhogy ebben gond nem lesz. Már első edzés után fogom látni, hogy melyik játékos milyen szinten van. És ahogy mondtam, nagyon sokat kell most a jelenlegi szituációban, sokat kell a játékosokkal beszélni, mert én azt hiszem, hogy nem fizikális, hanem mentális problémák vannak jelenleg. És ahogy mondtam, nálam mindig a fegyelem a első pont, hogy szervezettel játunk, ezen fogunk dolgozni mától kezdve. De hogy milyen játékosaim vannak, abban semmilyen módot nem látok ebben. Mondod, hogy beszélgetni kell velük, hogy ez pályaedzéseken, vagy lesz valamilyen összetartás is, hogy kérdére érzed, hogy tervezel-e ilyet, hogy lakva jobban ismerni meg az ember a másikat, tehát hogy beköltöztök-e, összeköltöztök-e, mert azért mégis akkor van lehet, nem? Természetesen van, átéltem ezt is, azt is, úgyhogy én gondolom, hogy lesz elég idő, hogy a edzések után, edzések előtt játékosokkal beszélgessek. Úgyhogy még konkrét dolgokról, erről például lesz összetartás, még nem beszéltünk, még van rá pár napunk, ezt megbeszéljük, hogy mérkőzés előtt például a csapat összetartás, hogy együtt lesz, vagy nem, azt már megbeszéltünk. Valami kérdés valaki lesz, hogy még egy. Hogy gondolom nézegetted a sorsolást is, hiszen amikor vállaltad volna ezt a felkérést, mit látsz, hány pontot kellene tulajdonképpen teljesíteni, hogy mi a cél egyébként? Mert nyilván a bennmaradáson túl, de ugye akkor ugye négy fejezetből áll ez a dolog, hogy játék legyen, vagy bennmaradáson legyen ember a fejedre, vagy valamilyen pont szám szerint el is létezik a te gondolataid között. Ez nem egyszerű, mert én azt mondanám legszívesebben erről 12 pontot szeretnék szerezni, de hát mivel, hogy maximalista vagyok, de reálisan kell nézni a dolgokat, úgyhogy én bízok benne, hogy szombaton a Honvédot meg tudjuk letni, hogy a csapat visszatérjen arra a hullámhozra, ami volt össze, ami nagyon fontos lehet. És én azt hiszem, hogy a sorsolást nézve, én azt hiszem, hogy minden csapat ellen van esély, úgyhogy én azt hiszem, hogy olyan kimagasló annyi jobb csapat nincs, aki ellen úgy kellene pályára lépnünk, hogy nem nyerhetünk. Én még egyszer mondom, a Honvéd az első ellenfél, akit fel kell térképezni, és meg kell mindent tenni, hogy ezt a három pontot begyűjtsük, hogy a csapat mentálisan helyre. Hogy hány pontra lesz elég, én azt mondom, egy pont talán legyen több, mint a 11-nek, és akkor az jó lesz. Igen. Nekem az lenne a kérdésem, hogy az edzői stáb az hogy változik, vagy változik-e? A kondíciós edző és a kapus edző az marad, és pályaedzőnek a Elek Norbert került hozzá. Jól látom, elfogytak a kérdések? Nem fogytak el. Csabola, kifogyhatatlan. Nem akarok sokat kérdezni, nem akarok mondani senkinek az idejét, nem mondom mindenki. Ezt csinálom, hogy az érdekel, hogy mennyire vagy ilyesmi Miklós. Tehát, hogy most volt egy pár dolog, ugye egy csapatai körű dolog, ez, hogy mennyire égetek ki, hogy ez a nyilvás történet, ez a megszűnés, mert azért ez itt Mezőkövesden nem, de ebben a régióban, itt Józsefben valami elszásolódott, átélettek szurkolót, és nagyjából tudjuk, hogy ez mennyi minden
a lelki gyötrelemben megsérelemmel járni, sikerült kivélni? Azt gondolom, igen. Nagy meglepetés volt természetesen mindenki számára, hogy egy csapat a 5. helyről kilép a bajnokságból. Tulajdonképpen egy héttel a kilépés előtt a tulajdonos úrral meg arról egyeztettem, hogy milyen játékosok jönnek hozzánk, mi a várat. És egy hét múlva tulajdonképpen mindenki munkanélkül lett, hogy így fogalmazzak. De ahogy mondtad, éhes vagyok. Szóval 4 hónapja nem dolgoztam, és nagyon jól érzem a pályám a játékosaim között, úgyhogy ahogy mondtam elején, ez nagy kihívás számomra, és már várom az első edzést, és hogy találkozok a játékosokkal. Oké, már csak igazatokban szeretnék egy kérdést intézni. Gyakorlatilag így gondolom, hogy a rejtett vállát, a kontrolló edzős látok, tehát ez nem pedig tudható a másik, mint hanem ez egy ilyen érési folyamat mindig azt szokott lenni a legtöbb tudnál az. Mi az, amit úgy láttátok, hogy nem működött? Miért kellett belemülni most ezzel az eszközzel? Viszonylag jó pillanatban vagy nem, de illetve, hogy megtapasztalni valamilyen torsuló vezetői eszközben, mert ez azon képesek egyik, amit be lehetett majd romni egy edzőváltás, ugye más nem is nagyon volt lehetőség. Mindenképpen az embernek ugye egy csapatnak is vannak céljai. Tehát itt a bajnokság kezdet előtt a cél az ugye a biztos bennmaradás kihaltolása volt. Na most az utóbbi időben ugye úgy látta a mester is, úgy látta a vezetőség is, hogy valami megfeneklett, valahogy nem úgy, vagy nem úgy mennek a dolgok, és a mester ugye is kérte, mi is úgy voltunk, hogy akkor ugye beszéljük meg is, és arra közös elhatározást, döntést jutottunk, hogy váltunk.